Létszám azonos a két csapat. Dzsuzsák húzhat befelé és lőhet ballal. Dzsuzsák. Így a passz Domingesnek helyzetben. Beközépre gól. Deles. Úgyhogy érvénytelen. Dominges helyezkedhetett előrébb Dzsuzsák passzánál. Nagy valószínűség szerint. Nyilván az akciót végig engedték a szabályoknak megfelelően. De valóban innen is úgy tűnt, hogy előrébb helyezkedett Domingues. Nem. Nem helyezkedett előrébb ebből a kamerállásból. Utána az akciót befejező Bárány pedig egészen biztos, hogy Domingues mögül talált a hálóba, mármint a labda mögött helyezkedett. Nézném még egyszer azt a lassítást. Nyilván a VAR-szobában is ezt teszik Karakuék. Több kamerállást is használva, illetőleg lassításokat még jobban alkalmazva. Gól. Akkor jól láttam. Érvényes a találat valóban. Bárány Donát góljával megszerzi a vezetést a Debrecen. 6 perc elteltével mindössze. Nem tartott sokáig. Dzsuzsák passza. Domingues jól helyezkedik. Mögötte pedig Bárány, egészen biztos, hogy a labda mögött van. Ez egy sakmattig kijátszott helyzet és akció. Tökéletesen oldják meg a debreceniek. 1-0.